A máltai szeretett szolgálatról kevesen tudják, hogy iskola és óvoda fenntartó szerepet is vállal, pedig országszerte több helyen látnak el ilyen feladatot. A Dombóvári Eszterházi Technikum a 4. a középiskolák sorában a 2021-2022-es tanévtől hangsúlyozta a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az iskola 2021. szeptember 1-től tartozik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Iskola Alapítvány fenntartósága alá. A Szekszárdi Szakképzési Centrumtól vettük át az intézményt. Dombóvári iskola egy kiváló iskola, amelyet régen itt Dombóváron hallom, hogy ipari iskolaként emlegettek. Már régen nincs így. Nem azért, mert nem tanít ipari szakmákat, hanem mert sokkal szélesebb a paletta. Itt a Dombóvári iskola az ország egyik első iskolája volt a szakképzésben, amelyik úgynevezett orientációs évfolyamot indított. A 8. osztályt végzett, de kicsit még, hogy mondjam, tájékozódási problémákat küzdött diákok számára, akik nem voltak biztosak benne, hogy merre akarok váltani. A fenntartói szerep az iskola működésének finanszírozását, a tanügy igazgatási, adminisztratív vezetését jelenti. Az intézmény szakmai önállóságát igyekeznek megőrizni. Említettem, ez egy olyan iskola, ahol megtalálja a számítását mind a városi középosztályban is, mind pedig a hátrányos helyzetű falusi vagy akár városi család. A Máltai Szeretett Szolgálat iskoláiban mi azt a szemléletet követjük, hogy egy pedagógus, egy tanár, egy oktató az nem kizárólag oktatói szerepben van, hanem különös azok a gyerekek szempontjából, akik mondjuk hátrányokkal küzdenek szociokulturálisan, segítjük, támogatjuk együtt a családdal, tehát a szülők, gondviselők, család bevonása, programok szervezése, iskolán kívüli elfoglaltságok, ezek mind-mind abszolút fókuszban vannak nálunk. A szakmák vására a Dombóvári Eszterházi Technikumban már legalább 6 éves múltra tekint vissza, melyet évről évre nagy lelkesedéssel szervez meg az intézmény, hangsúlyozta az igazgatónő. Rettenetesen szeretjük, tehát nagyon sajnáltuk, hogy tavaly a pandémia miatt elmaradt, mert ez tényleg egy ilyen vásári hangulat. Tehát egy hatalmas forgatagot ajánlunk igazából a gyerekek figyelmében, 8. tanulókat várunk elsősorban, és idén rettenetesen örülünk, hogy 158. regisztrált, ennél többen is voltak, de 150 biztos, hogy eljött erre a rendezvényre. Idén 24 állomást tudtunk összeszedni, tehát 24 bemutató helyszínünk van, az iparkamarától elkezdve az egészségügyi kamarán át. Nagyon sokan meglátogattak minket, mi ennek rendszeresen örülünk, és elsősorban azért, ha nem is jönnek hozzánk azok a gyerekek, akik ide látogatnak, tehát nem ebben az iskolában tanulnak tovább, mégiscsak egy kicsit a szakmákkal ismerkednek, mégiscsak a szakképzéshez adunk pár olyan tanácsot, ha valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni, ami megfontolandó. Tehát ami semmiképp sem válik a kárára. Lehet, hogy gimnáziumba akar menni, de gimnázium után is érettségire érő szakmákat is bemutatunk nekik. Tehát szeretnék egy kicsit a szakképzést közelhozni a gyerekekhez, ilyen vásári hangulatban. A délelőtre szervezett 24 állomás nem csak a 8-osoknak nyújtotta lehetőségeket mutatta be a sportcsarnokban. Sok olyan helyszín van, ami érettségi utáni szakképzés. 12 szakmában várunk ki tulajdonképpen a hozzánk jelentkező gyerekeket. Ez ugye az alap a 3 éves szakképzésben, az a vendéglátás, a cukrász, a szakács, a pincér, aztán az asztalos, az építőiparban, a köműves, a festő, a gépészetben a villanyszerelő és a hegesztő. Aztán vannak ugye a technikumi képzéseink, amelyben hát az egészségügyet nagyon szeretnénk, a Semmelweis Tudományegyetemmel együttműködve oktatjuk a technikusainkat, az általános ápolót és az egészségügyi asszisztens. Indítjuk technikumi képzésben, aztán a sport technikumunk. A sport technikumot azért tudnám mindenkinek ajánlani, mert mondtam, bárhova lehet menni. Honvédelem, rendészet, olyan magas óraszámban tanulnak biológiát, anatómiát, hogy akár egészségügyi főiskolára is lehet menni. Aztán a faipari technikum, és hát a nagy kedvenc, a szépészet, a bodrászat és a kozmetika. Ezeket tudnánk ajánlani a 8-osoknak. A szakmák vásárára érkező tanulóknak célszerű volt az összes állomást meglátogatni, egyrészt információszerzés céljából, másrészt egy menetlevélre gyűjtendő igazolások miatt, amely a rendezvény zárásakor fontos szerepet kapott. Az a szokás, hogy kapnak egy ilyen kis menetlevelet, és mindenhol, ahogy körbe megy, egyénileg aláíratja, hogy itt volt ezen az állomáson. A végén ezt bedobjuk egy kosárba, és akkor tabletet, pendrive-ot, kis fülhallgatót, kis
ilyen hangszórót, ilyet sorsolunk ki a végén. Az iskolában tanított szakmákat nézhették, és legtöbb esetben ki is próbálhatták a nyolcadikos diákok szakmai felügyelet mellett. A rendezvényre Dombóvár város polgármester is meghívást kapott, aki elárulta, hogy mandátuma alatt ez az első alkalom, hogy részt vesz a szakmák vásárán, ami még őt is magával ragadott. Öröm számomra, hogy 12 szakmát bemutató rendezvényen már a déli órákig a térségből és a városból 1208-os jelentkezett és érdeklődik valamilyen szakmaiban. Nyilván a pályaorientáció szempontjából, az iskola jövője szempontjából ez egy nagyon fontos rendezvény, hiszen a térségből ide tudják hozzani azokat a fiatalokat, akik mutatnak valami érdeklődést. Sajnos visszaemlékezve fiatalkoromra, azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kívás, hiszen hosszú évek keretek ahhoz, de az ember eltöntött, hogy mi szeretne lenni. És miután testközelben vannak hozva ezek a szakmák kézzelfoghatóak, és minden esetben öröm volt nézni az asztalos állatot, esetben ő dolgoznak, szerintem a gyerek mindenféleképpen élménnyel mennek haza, és szerintem döntéshozó helyzetbe is kerülnek. A Máltai Szeretett Szolgálat fenntartása alatt működő Dombóvári Eszterházi Miklós Technikumnak célkitűzése, hogy a tanárok és diákok közös munkájával olyan szakembereket képezzenek, akik érvényesülni tudnak majd az élet bármely területén.